nemzetiség, élő Isten, túlnyomó részt magyarok, ruszinok és különböző nemzetiségűek, de zömmel csak magyarok élnek, Visken. Visken a történelem során nagyobb részt Erdélyhez tartozott. Úgyhogy Erdéllyel sokféle kapcsolatunk volt. Az építészetünkbe is mutatkozik, ami már most letűnőfélbe van, mert hiszen, mint ahogy máma megjártuk a községet is, hát láttuk, hogy még maradtak régi házak. Újabban már nem építkeznek olyan formában, mint a régi időben. Úgyhogy hagyományaink, szellemi hagyományaink, tárgyi hagyományaink több-nagyobb részt Erdélyhez kötődnek. Milyen városok vagy falvak vannak itt nevezetesek a közelben? Hát város Huszt van, amit hát tudunk, hogy Kölcse is annak idején azt mondta, hogy Bus dűledékeiben Husznak romvára megállék, csönd vala, úgyhogy ennek a szomszédságában vagyunk, ennek a Husznak a romvára közelébe. És azon kívül vannak itt különböző falvak, például közvetlen a szomszédságunkba Veréte, a túl a Tiszán Száldobos, Szeklence, és fenn a Tiszavölgy felső részén van Técső, a Zavason túl van Tamásváraja, akkor Remete, Tamásváraja magyar község, amit elcsatoltak annak idején Romániához, és Remete szintén. Azon kívül itt van a délnyugati részen Komorzán, az román község. Visk korona tulajdonát képezte, ami azt jelentette, hogy nem voltak fődesurai, hanem közvetlen királyi ispán rendezte a város dolgát, és a Viski várhegyen a Sóvidék ellenőrzésére a király várat építetett, és helyőrség volt a Viski várhegyen. Ez a vár az 1200-as évekig állott, míg nem Husztra tették át a Máramarosi Sóvidék ellenőrzését. Tudnélik, a király sóját, királyi privilégium volt, tutajon szállították, és ezen az egész vonalon ilyen helyőrségeket állítottak fel. Hát ilyen helyőrség volt az egyik Visken, a Viski várhegyen. Volt több koronaváros, volt Visk, Huszt, Técső és Hosszúmező. Hegyek szorításából kilépő Tisza széles völgyében, Huszt és Técső között fekszik Visk. Van római, görögkatolikus és református anyaszentegyháza, több csinos épülete, révje a Tiszán, jó halászó helyei, írja a múlt században Fényes Elek. Különös, sajátos világ ez. Körös körül mindenfelé magas hegytorlaszok szigetelik el a környező medencéktől. A Tisza völgyének erészei még eléggé termékenyek, a falvak határain sokkal több az áldás, mint a folyó felsőbb részein. A hegyek pusztáin kövér legelők nyúlnak el, úgyhogy a bundás juhok alig látszanak ki olykor a magas fűszálak közül, írja Vahot Imre a 19. század közepén.
Mióta tetszik csinálni ezt a juhászatot? Vagy 74-ben biztos. Ilyen formán. Hát hány éves tetszik lenni? Hát most már 83. Hát voltam, amikor 17-16 éves már voltam. Nagy volt a család, és valahol fogni kellett, nem bírt tartani minket, akkor valahova menni kellett. Eloszlani. Na, tetszik érteni? Milyen iskolába járt? Milyen iskolába? Amit nem kell írni soha. Hát az olyan iskolába. Hogy kell érteni? Hát én semmi rendben. Hát háború, 14-ben. A háborúban volt. Még enni sem volt mit. Volt család, 6-7 család. Na hát előttünk, hogy a házban vagyunk. És akkor ez mindig itt a Viski határban? Mindig itt volt. Amikor én felszeperettem, akkor már bajom nem volt, még éheztem is. Már én akkor fogóztam, ahova tudtam. Na, meg a többi is, na, gyerekek. Józsi bácsi, hogy lehet megélni most a juhászatból? Hogy lehet megélni? Hát a fizetés nem nagy. Egy hónapra 60 kopek. Na, de nekünk is van egy néhány jó, és az pótol nekünk. És mit adnak el? Hát a sajtot, ami nem bűn. Na. Mivel nekünk van egy plán leadni, ennyi is ennyi mázsát, azt mi leadtuk, most már leadtuk. Már nekünk is van, mi juhunk után valamennyi, amennyi lesz. Már sok nem lesz, még fognak adni egy 6-7-ig, de keveset már. Meddig tetszik ezt még csinálni? Hát nem tudom azt meddig, de menni kell haza. Öreges hazába. Még sokáig nem nagyon leszek, még készen vagyok minden percen el munkára menni, és tudom, hogy menni kell. Nem kell attól félni. Az menni mindenki. Mindenki megyen a kis illetet. Akik gazdálkodtak, azok mit termesztettek? Mi volt itt a legfőbb növény? Hát itt a legfőbb a szántóföldekben a kukorica. Volt buza is, de kevés. Kint pedig a gyümölcsösekben ez az alma. Alma itt ez volt a fő. Meg a kaszálló, jószágtartás. És most mi van? Változott valami? Hát a mi részünkre semmi, nekünk is sem. Ez a kert van csak. Tehát minden a kolhoz egy. És szép házat, elég keveset látni. Miért tetszik ennyire ragaszkodni ehhez a régihez? Hát mert nekem tetszik. Csak hogy az nem tetszik, hogy nehezen bírjuk már fedni. Hát ugye bár arra sok fedél kell, meg maga az épület olyan, hogy gyenge a tető, például a sífert nem lehet rárakni, összetörik, azt már át kell építeni. De ki, mire azt már átépíteni? Hát még hosszú az élet. Hogyne. 75-77-től már sok. Lehet, hogy még ma vagyunk hónap, nem?
Milyen volt ez a ház az édesapja idejébe? Mi minden volt itt? Itt szarvasmarha, pehén, hát, ló, csikó, ilyen növendék, bornyuk voltak ebben az holóban. És most lovak. Most mi van benne? Most faraktár. Meg lomraktár, hát egyéb nincs benne. Én már nem gazdálkodok, ugyebár, mert én már nem bírok szántani 73 évre vetni. Elég a kertnek az a kis csatak, ami van. Trágyát kell rá tenni, nem trágyázzuk, nincs. Erről van szó, akkor nem terem a föld, na. A mai napom 4 órakor kezdődött reggel, mivel mielőtt a munkába indulnék, meg kell fejni a tehenet, mind a kettőt, jószágot, a disznót, mindent elrendezni, és csak aztán tudok menni a munkára. Tehát, hogy elérkezzek idejébe, korábban kell kelni. És miért csinálja? Hát hiszen a fiatalok azért az ilyesmitől ma már inkább szabadulni szeretnének. Hát szerintem azért nem csak annak van jövője, amit mindenki csinál, annak nem lesz jövője, mert elveszik egymástól a kenyeret, de az én kezemből nem fogják elvenni, én úgy gondolom. És legyünk akármilyen jól öltözettek, azért szeretjük az evőkanalat naponta 3-szor a kezünkbe venni, néha többször is. És ez minden a mezőn terem meg. Úgyhogy a földdel, ha nem is szeretnek, de muszájból is foglalkozni fognak az emberek. Nincs más kiút. Nincs más kiút. Ez a hagyományos méhészet, vagy ebben van valami új? Hát a jelenkornak csak annyi az új, hogy már a kasos méhészeten felhagytunk, és már csak a kaptárokkal, a kaptáros méhészet. És tetszik őket hordani is valahova, vagy? Egyáltalán nem hordom sehova. Itt vannak a Tisza mentje nekem a kimondott mézelőtér, és innen élnek ők is, meg nekem is hoznak valamit belőle. Pontos adataink nincsenek, de satszoljuk, meg így elejtett információink vannak, hogy valami 12 000-en élnek Visken. Ez egy falu? Ez, hát nem mondhatom, hogy egy falu, mert a legutóbbi időben ilyen telepes falvak vannak, ami a cseh időben kezdődött, ahol ide települtek a ruszinok, és annak idején, mikor Bulsányai erőművet építették, onnan kitelepítettek sokat a tó helyéről, és azokat is Viskra, Rákosba telepítették le. Úgyhogy ezekből azt több zömmel a Rákosba, az mint egy falu számít már, ilyen viski kültelek, és a Fenesbe. De a Verkovináról az idők során, szóval az legutóbbi 70 évben, sokan levándoroltak, és itt azt lehet mondani, hogy ilyen kisebb falvakat létesítettek a helybeli ruszinjaik. A reformáció története meddig megy vissza, Viske? A reformáció már elkezdődött az 1520-as években itt Visken. Ha jól emlékszem, 1523-tól már luteri szellemben hirdették itt az igét a templomban. Hát ez meglepő, mert Luthertől ez néhány esztendő mindössze. Igen, 6 év. Tudjuk, 1517-től kezdődött a reformáció Wittenbergben. Ez ennyire közel volt akkor Európához, Nyugat-Európához? Itt eljött a reformáció. Talán annak köszönhető, hogy itt átutaztak iparosok, Németországból Erdélybe, és Erdélyből ide is jöttek Visken keresztül Németországba, és valószínű, hogy azok hozták be a reformáció szellemét. Aztán 1556-tól megválasztott református lelkipásztora van a gyülekezetnek.
a levéltári adatok szerint bizonyítható, hogy az 1270-es években épült a templomunk. Ez a felső Tiszavölgy legrégibb temploma. Hogy jelentős település volt már abban az időben is Misk, az bizonyítja, hogy bizony olyan nagy, hogy még most is beférünk. Hát lehet, hogy ez a sok vércsapolás okozta, hogy még mindig férünk benne, mert hiszen hát ugyancsak vérzivataros volt a történelmünk, és török, tatár, labbanc, mindenféle pusztított bennünket, és bizony számba nem tudtunk gyarapodni olyan mértékben, mint ahogy természetes körülmények közt gyarapodhattunk volna. Boriska nénénk milyen vallású? Magyarok vagyunk, reformátusok. És hogy szokta ezt elmondani, hogyha kérdezik? Hát csak így, mint most, hogy református vagyok is. De mintha versbe is tudna. Református magyar vagyok, halálamig ott maradok, vallásomnak semmi volt, tiszta, mint a mennyi volt, hogy egy tiszta vallást megszerettem, úgy szeressen, úgy áldjon meg Isten engem. Amen, mert ilyen is kisimana. Misken körülbelül 3000 egyháztag van, akik apraja és nagyja beszámítódik ebbe a 3000-be. Ez Kárpátalján mekkorának számít? Elég nagy gyülekezetnek számít, mivel nem sok ilyen nagy gyülekezet van Kárpátalján. Körülbelül a harmadik vagy negyedik lehet létszámban nagyságra nézve Kárpátalján a Miski gyülekezet. Az elmúlt évben itt a Viski gyülekezetben volt körülbelül 48 keresztelő és 40 temetés, valamint 20 esküvő. Szép legyen az igazak feltámadásában és dicsőségében az Úr Jézus Krisztus országában, akinek nevében kérünk, Atyám, hallgass meg most is könyörgésünket. Amen. Mi történt itt a 20. században? Hát a 20. században sok változás és sok minden ért bennünket, mint közösséget. Hát ugye tudjuk, hogy az első világháborúnak mi lett az eredménye. Trianon. Én már 5 államban éltem itt ezen a helyen. 5. Melyik 5? Hát születtem az osztrák-magyar monarchiában, nem 13-ban. Aztán 18-ban bejöttek a románok, hát itt 2 évig románok voltak. Románok elmentek, jöttek a csehek. Csehek után volt egy kis ukrán világ is, egy darabig, Szicsák. Akkor aztán bejöttek a magyarok, már a miénkek, hát az rövid idő volt, az is 4 év. Akkor jöttek ezek. Hát nem, 5 államba éltünk. Lélekben ez mit jelentett, ez a sok változás? Hát bizonyos megrázkódtatásokkal járt ez azért az egyén és a közösség számára is ezek a változások. Hát reméljük, hogy a hosszú görcsök után, ami még most is fogva tartanak bennünket, mert hiszen olyan nehéz erre a szót megkeresni, talán ezek a görcsök talán oldódni fognak most, avval, ami az Unióban most megindult, ez a nyitás, ez a glasnost, perestroika, hát ettől sokat remélünk is. Általános ez a remény? Hát azt mondhatom, hogy általános. Bár bizonyos kételjeink is vannak, de azért bizakodunk. Bizakodunk, mert hát még ezelőtt egy pár évvel elképzelhetetlen lett volna, hogy mitten egymással beszélgetünk ilyen formában. Nem is beszélgettünk. Erről van szó. Úgyhogy sokszor nagyon elárultaknak éreztük magunkat, mert sokkal több odafigyelést kívántunk volna, és szerettünk volna az anyaország részéről, hát bizony ez sokszor elmaradt, és
és ez a hiteinket is azt valahogy megnyírbálta. Szóval kétségeskedővé váltunk, mert úgy éreztük, hogy támasz nélkül, segítség nélkül, hát nem tudom, hogy mi lesz velünk. Mennyit tetszett távol lenni a falutól? 3 évet egyszer az Uralban, aztán 5 évet Ósányán dolgoztam, mikor már bejöttek az oroszok. Mi volt az a munka? Hát az a vízi erőim építkezés van ottan. Van egy ilyen villanytele építkezés. És miért ment oda? Ön szántából? Hát jó szántából, mert nem nagyon volt itt a helyen. Hát mivel foglalkoztak itt? Építettünk. De itthon? Itthon? Hát addig gazdák a dolgok. Mennyi földje volt Karcsi bácsinak? Hát mondom, az én részemről az én nevemben semmi nem volt, ami volt az apám és az após, ami volt. Mire már én azt megkaptam, már visken meg volt a kolhoz, mikor én hazajöttem a lágerből. Akkorára majd kolhoz volt. Milyen lágerből? Hát az Uralban, ilyen, nem mint katonai fogoly, hanem hazonnan. Mint ahogy Magyarországon is csinálják, olvasom az újságban. Meg. Hát most már nem csinálják. De csinálták. Egyszerűen református és katolikus vallású jelentkezzen. 5 napi munkára ennyi volt, és akkor ott állattunk meg az Uralban. Ez mikor volt? Melyik évben? 44-ben, mikor felszabadultunk. Mindjárt rá egy pár hétre már vittek. Most azt tetszett mondani, hogy felszabadultunk? Hát felszabadultunk, ez a izé. Na de hol, a lágerben? Hát a rabság alól, amiben addig voltunk. Merre volt a láger? Hát arra, mit mondjak, Szibéria, vagy Ural lejtője. Hát Nevjánszkban voltam a legtöbbet. Dizsni Tagil, ezek a részeken jártam. És miért vitték el? Hát sajnos katona voltam. Milyen katona? Magyar. Hát itt csak az lehetek magyar katona. Magyar hát. Vagyok. És ott kikkel volt együtt? Ott? Hát kérem, én ott voltam. Voltak horvátok, szerbek voltak velünk, szlovákok. Úgyhogy mi nagyon sokan voltunk ott. 44 után Viskről hány férfit vittek el munkatáborokba? Hát 700-ról tudok, hogy 700-at vittek el. És mennyien jöttek vissza? Valami csak 200, valami 280-at emlegetnek, hogy ott maradt. Tehát akkor 700, 400, 480 jött vissza. És ki tudta ez a közösség heverni ezt a veszteséget? Hát valahogy nálunk ilyen demográfiai robbanás történt a háború után, úgyhogy nem, szóval Viski viszonylatban is nem csökkent erősen a lélekszám, de még talán kárpátaljai vonatkozásban is ugyanez ez a helyzet. Pedig a magyarságot nagy vérveszteség érte. Történetesen nem is annyira a háborúval, mint inkább ezekkel a lágerekkel. Megfejthető az az emberi erő, ami az emberben működik mindezeknek a túléléséhez és átvészeléséhez? Hát, ezen el kell, hogy gondolkozzon az ember. Hát az ember felépít magába valamit. És hát ezt nem könnyen adja fel. Hát az emberbe felépülnek dolgok. Most csak képzelje el maga is, hogy mit hordott össze, itt nem tudom, ez alatt a mennyit mondjak, 40 év alatt. Na és hát ezt mondjuk egy olyan közegbe kerülne, hát ezt könnyű volna feladni? Nem. Úgy, hogy nem. Na hát ez a helyzet, hogy azért kell, hogy az ember gyűjtsen,
ne csak anyagiakat, lelkieket, szellemieket, hogy legyen mit megőrizni. A magyarság már mindjárt olyan kisebbségben van, hogy alig vagyunk itt Visken. Az én időmben, amik én iskolába jártam, Visk 80%-ban magyar volt. Máma, mi vagyunk 40%-ban, így mondják, úgy mutatják ki, hol van az arány. Ez aztán a fiatalság elmegy dolgozni Ukrajnába, meg erre, arra. Itt csak az öregek ittunk. Hát családi kötelékek lazulnak, mert hosszú idő, egy fél év azért fiatal házasoknak, meg asszony mindent itt hagyni, hát sok minden történhetik egy ilyen hosszú idő alatt. Mi az a fél év? Hát sokan mennek be arra dolgozni Oroszországba. De nem mondhatom, hogy katasztrofális dolgok történnek, mert azért ez annyira bevett és annyira gyakorlattá vált, hogy ilyen ott maradazók nagyon kevesen vannak. Úgyhogy visszatérnek a családhoz és építik a maguk családi fészkét. Jó pénzekkel jönnek Oroszországból haza. Mint ahogy a Visknek a külső képe is mutatja, hogy anyagiakban nem állunk rosszul, nem mondhatom. Na, de azért lelkiekbe, szellemiekbe sok a behozni való. Igen. Ez az úgynevezett ingázás, Visken úgy mondják, a Kosszorúbelre mennek Oroszországba, tehát nagy pénzeket keresnek. A hátránya az, hogy nem lehetnek a családjukkal, és nem foglalnak el vezető állásokat Visken, ami őket megilletné tudásuk és képességük szerint. A pénzt igaz hazahozzák, ez látszik a falun. Szép házak épülnek, az emberek gazdagok, pénzük van, de pénzzel nem lehet mindent megvenni. Kiszorulnak a helyi vezetésből. Ezt azt hiszem tükrözi, és kevés magyar van a vezetésben. Tehát ez erre vezethető vissza, hogyha helyben dolgoznának, azt hiszem előrébb volnunk. Mit tetszik gondolni, a magyarság meddig marad meg itt? Azt hát nem tudom. Arra nem tudok felelni. Felelnék, de nem tudok. Mit felelni? Nem tudok. Nem tudok mit felelni. Soká? Nem tudok mit erre felelni. Én ehhez buta vagyok, ugye. Ez nem az én eszem. Én, nekem a kapa az eszem. Itt kapálnak erbe, válni mindjárt krumplit. Béhordan a pincébe, ide-oda. Kisunokákkal elfoglalkozni. Csak jönne már, mindig jön a Jányi, de most nem jön a bitang. Nem tudom, hol van a kis bitang. Ó, be kell őket szeretni, hallják, be aranyosak. De mi lesz velük? Mi lesz a jövőjük? Hát, fognak dolgozni, igyekezni, ahogy kell, alkalmazkodni, és akkor minden jó lesz. És milyen nyelven fognak imádkozni? Magyarul kéne imádkozni, azt nem hagyom, még élek. És gondolja, hogy az unokák megmaradnak magyarnak? Hát gondolom. Na, gondolja, vagy biztos benne? Nálunk még úgy van a nevelési dájk, hogy magyarok. Jöjjön áldás, kegyelem és segedelem erre, ami mostani szent foglalatosság. Már a mai fiatalok vegyülnek az oroszokkal, az oroszok vegyülnek velünk, stb. Úgyhogy ezért nincs kilátás, egy ember őtön túl, hogy megmaradna a nyelvünk, vagy a szokásunk egyébe, amennyibe most is van. Ez már hanyatlóban van. Oldott kéve vagyunk, igaz? Nem tehetünk semmit. Ellenben tartjuk a szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék. Keresztelek az Atyának, a Fiúnak
a Szentléleknek nevébe. Amen. Sándor, én téged keresztelek az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevébe. Amen. Nem válik be Herder jóslata, mert nem csak a Duna partján, hanem a Tisza partján sem fog a juhász idegen dalokat furuljázni, hanem megmarad a magyarság. Szerettem a földet, ittet le a gólya, itt lehelt rám lelket, az Úr légyen szója. Anyám szent szerelme, itt virasztott rajtam, gyöngy magyar beszédre, itt nyílt meg az ajkam. Szerettem a földet, itt voltam kisgyermek, első játékomhoz a láncfűtermet. Itt szólott a csengő, és azon vettem észre, hogy ráfog a tanító a betűvetése. Nincs is a világnak, csak egy Tisza partja, lelkemet, ha mennék, mindig visszatartja, és íhat a távol, minden jóval várva. Inkább leszek én itt, szegény, űzött, árva. Szeretem a földet, kacagva és sírva. Itt ringott a bölcsöm, itt szálljak a sírba. A jövő nemzedékeknek a megtartásában mi lehet kulcskérdés? Minek kell lennie ahhoz, hogy ezek a nemzedékek magyarként is fölnevelődhessenek? Hát elsősorban az iskola. Az iskola az nagyon sokat tesz. Az iskola. És örömmel közölhetem, hogy újabban terve van, hogy a magyar történelmet is tanítani fogják. Hát hiszen, ha nincs egy népnek vagy egy közösségnek múltja, akkor nincs jelenje, és jelene is nem lehet jövője se. Úgyhogy ez kulcskérdés, hogy a magyar történelemmel a jövő nemzedék megismerkedjen. És remélem, hogy ennek komolyabb akadálya már nem lesz, és nem fog megtörténni az, ami a múltban megtörtént, hogy a történelem hát bizony el lett csavarva. Nem mindig az igazat mondták a történelemről. Hát most ennek lépten nyomon tapasztalja az ember a revízióját ezeknek a dolgoknak állandóan. Úgyhogy ez itt nálunk is, az Unióban is folyamatban van, hogy újjáértékelik a dolgokat, és Magyarországon is azt tapasztaljuk, hogy újjáértékelnek mindent. Mennyi gyerek járt Visken, magyar gyerek, magyar iskolába, mondjuk a 60-as évek közepén? Tehát akkor, abban az időben, amikor megnyílt a középiskola, a magyar tannyelvű középiskola, körülbelül 600 tanulója volt az iskolának. És mennyi van most? Jelenleg körülbelül 400. És mivel magyarázható ez? Demográfia, vagy más egyéb is van benne? Több oka van. Egyrészt talán a születések csökkenő tendenciájával, másrészt a szülők egy része abban a tévhitben élt, és talán nem is alaptalanul, a magyar tannyelvi iskolák végzősei a továbbiakban nehezebben érvényesülhetnek. A magyar iskolából esetleg, aki felvételezik, ez csak kezdeti nehézségeket okoz. Egy kis kitartás kell, egy kis akarat. Nem kell a nehézségek elől megfutamodni, hogy most én azért nem megyek magyar iskolába, aztán, hogy könnyebb legyen nekem. Legyen nehezebb nekem, de akkor is oda menjek. Mert ez a természetes. Tehát eleve nem természetes az, hogy ha nem anyanyelvi iskolába jár az ember. Nem természetes. Ez valamilyen célból történik. Ki akarok tűnni valamivel. Valakinek a szemébe, nem is tudom, nem tudom megmagyarázni, mi ez. Kicsit a nemzeti öntudat elszunnyadása egy picit. Ez játszott benne szerepet. Valóban elszunnyadt? Valóban elszunnyadt, de azért az nem jelenti azt, hogy nem él. Tehát alább hagyott egy kicsit, de ébredező félben van. Tehát most arra kell ügyelni nekünk, hogy
a tűzre nem olajat önteni, mert az is megégetheti magát, aki ráönti az olajat, és még aki körüláll azokat is. Tehát fokozatosan táplálni a tüzet, hogy a melege azért eljusson mindenhova. Mi volna az a magyarországi támogatás, ami itt elfogadhatónak látszana? Hát például a képzés, az értelmiség réteg képzése körül sok mindent segíthetnének a magyarok. Azon kívül most már mivel a vallás se tiltott, már valamelyes kis engedmény van, hogy papokat képezhetnek ki Magyarországon, jövőben erre is szükség volna. Szóval hát általában az iskoláknál pedagógiai vonalon óvodai képzésre volna szükség, iskolai képzésre, sőt az egyetemekről jó volna, hogyha mennének Magyarországra is, egy kicsit, legalább egy évet ott tanulhatnának. Mert azért, hát mi azért a nyelvterülethez tartozunk, hogyha az országhatárok el is választanak bennünket, de a nyelvterület az egy. A Magyarok Kulturális Szövetségének a gondolata körülbelül ez év elején, és elég hamar meg is valósult, hiszen február végén már meg is alakult a Magyarok Kárpátaljai Szövetsége. Mit lehet ettől várni? Hát elsősorban a magyar nyelv, a magyar kultúra ápolása, hagyományaink megőrzése, felkutatása, amelyek már az idők során esetleg elhalványultak. Hát ez az elsődleges. Na most, hogyha fölveszik a nemzeti viseletet, eléneklik a népdalokat, muzsikálnak, verset mondanak, vajon az általános mindennapi életben ez a magyarságot fogja jelenteni, vagy valami ünnepi szint? Ha nemzeti viseletbe öltözik, és magyar verset szaval, tehát ráébred arra, hogy melyik néphez tartozik, melyik népnek a fia, és ennek aztán ki kell hatni a hétköznapokra is. Egy barátomnak van egy ilyen mondás, hogy nem csak ünnepnapokon kell magyarnak lenni, és nem csak a harmadik pohárbor után, hanem a mindennapi életben egy picit is. Tehát a szövetség ezt a reményt keltheti, hogy ez sikerülni fog. Ez attól függ, hogy a közeljövőben mit tudunk adni az embereknek. Tehát úgy gondolom, az a tény, hogy 1000 tagja van Visken a Magyarok Kulturális Szövetségének, az mond valamit. És hogyha nekünk sikerül például most megmutatni, hogy kint lesznek azok a kétnyelvű feliratok, hogy lesz Rákóczi és Kossuth utca Visken, hogy megnyílik a magyar óvodai csoport, hogy befejeződik a magyar iskolának az építése, hogy lesz színjátszó csoport, lesz tánccsoport, akkor még többen fognak mellénk állani, azok is, akik idáig féltek. Viszont, hogyha nem tudunk, ne adj Isten, produkálni úgymond semmit, az nagy balszerencse van. Nem csak a szövetség számára, mert nem a szövetség fontos, hanem az ügy. A Szentírásnak az az igéje, amelynek üzenetére most hallgatni kívánunk, írva található a zsidókhoz írott levél 12. részének első 3 versében a következőképpen. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak ínat fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztek szenvedett,
s az Isten királyi székének jobbjára ül. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Fölidézni nekünk nagy tiszteletű úr a vasárnapi prédikáció egyik nagyon is lényeges gondolatát arról, hogy hogyan is áll itt most a magyarság az úr színe előtt. Tehát, amit ma hallottunk, a zsidókhoz írott levél 12. részéből volt az alapja, az első három vers, amely arra bátorít bennünket, hogy ne csüggedjünk el, nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézus Krisztusra, és kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Tehát akkor ez szerint nem a lelátókon állunk, nem is valamilyen diszpáholyban ülünk, hanem az arénában kell küzdenünk. Akár magyarságunk érdekében, akár hitünk érdekében, minden napon van küzdelem, van harc, de vállaljuk, mert a hitnek szép és nemes harca ez. Mi a tapasztalata arról, hogy a szónak van értelme, hatása? Van. A szónak van értelme és hatása. Emlékezünk csak Kossuthnak a tüzes beszédeire. Milyen hatást gyakorolt a hallgatósága. A mi időnkben nem is szónokok akarunk lenni, hanem pásztorok. És a nyáj, a gyülekezet, mint pásztornak a szavát hallja meg, nem is az én szavamat, Jézus Krisztusnak, a jó pásztornak a szavát. Hithősökről beszélt. Hithősökről, igen. Izrael népének a hithőseit említi az előbb televő fejezet, ahonnan vettük az alapigét, akik ismertek, aztán ismeretleneket is említ. Ezek lehetnek példaképek, akik megfutották az előttük levő küzdőtért, aztán a mi magyar népünk életében is, történelmében nagyon sok hithős van, akikre föltekinthetünk, akik úgy jönnek velünk, ami is visszük magunkkal.
tisztelettel köszöntöm dr. Grezsa István kormánybiztos urat, akinek felelősségi körébe tartoznak többek között Kárpátalja fejlesztési feladatai. Csibi Krisztinát, a Magyar Seghelyze igazgatóasszonyát. Dr. Bacskai Józsefet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárát. Süli János urat, Visk testvértelepülésének Paksnak polgármesterét. Ifjabb Sari Józsefet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Felső-Tiszavidéki Alapszervezetének elnökét. Szeretettel köszöntöm a kiállítás létrehozásában szakmai segítséget nyújtó viskieket és visklőr elszármazottakat, valamint a visk iránt elkötelezetteket, kiemelten Angster Mária kézművest, néprajzkutatót, és Lukánova Klára viski kézművest, aki a megnyitó előtt a bejáratból nem messze bemutatta a Csuhé fonás művészetét. Ötvös Sándort, a miniszterelnökség kormánybiztosi kirendeltségének főosztályvezetőjét. Kunkovács László, Kossuth díjas fotóművész etnográfust, akinek képeit megcsodálhatják majd a kiállításon. Takács Zsuzsannát, a Kárpátaljai Magyar Népművészeti és Hagyományőrző Egyesület elnökét. Pál Lajost és kedves feleségét, zenetanárokat, a viski zenei élet képviselőit. És külön köszöntjük Cébei Lajost, nyugalmazott magyar tanárt, helytörténészt, aki szakmai tanácsaival és háttéranyagokkal segítette munkánkat, és aki sajnos családi okok miatt ma nem tud itt lenni a megnyitón. Elsőként felkérem Csibi Krisztinát, a kiállítást megrendező Magyar Seghelyze igazgatóasszonyát köszöntőjének megtartására. Az a pont a föld kerekségén, ahol törzsünk a föld tápláló, életadó, fenntartó erejét vissza legmélyebb gyökérszálain át. Lomba borultan, terebélyes növésben széttárhatjuk messze nyúló ágainkat, más idegen törzsből fakadt lombok testvéri szövevényeibe kulcsolódva, a rök fölé emelkedett büszke koronával, ám csak azért, mert ott gyökerezünk abban a rögben, amelyből kinőttünk. Ha elvágják gyökereinket, korhadó hulladék, tűzre vetendő holtanyag lesz belőlünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt kormánybiztos úr, polgármester úr, helyettes államtitkár úr, kedves pártcsalád, kedves viskiek, kedves vendégeik! A Tisza bölcsőjénél fekvő Visk település élő hagyományainak ünnepén Baktai Ervin szavaival üdvözlöm Önöket a Magyar Seghelyze nevében. A korábbi a kárpát-medencei régiók, tájegységek, települések értékeinek bemutatását követően ezúttal is az volt a célunk, hogy mintegy tenyerünkbe véve egy-egy külhoni magyar közösséget közelebbről is megismerkedjünk annak múltjával, de legfőképpen jelenével. Hogy jobban megérthessük az éppen zajló folyamatokat, az ott élő gondolatait, gondjait és örömeit. Az ehhez kötődő kiállítás pedig úgy szerveződött, mint ahogy egy szép kerek terítő, mindig hozzáöltöttünk még egy díszítő sort, még egy mintát. Angster Mária csuhéfonó kézműves hagyományokat bemutató anyagához és Kunkovács László etnográfus fotóművész képeihez hozzákapcsoltuk a viski textilalkotásokat, a különleges viskre jellemző hímzéseket, majd a zenei életet, népi építészetet ismertető részt, és egyszer csak belemerültünk Visk múltjának megismerésébe. Köszönhetően a viski nyugalmazott tanárnak, helytörténésznek és református kántornak, nem mellékesen költőnek, Cébeli Lajosnak. Ő látott el bennünket szakmai írásokkal, tanácsokkal. Ugyancsak sokat köszönhetünk a kiállítás rendezőjének, Ötvös Sándornak, aki itt a kiállítás kapcsán szerényen csak tanárként szerepel, de az igen komoly hertörténeti népművészeti ismereteivel, a helyi padlásokon megbúvó kincset felfedezésével, a gyakornoki kutatómunka vezetésével meghatározó szerepet játszott a kiállítás egészének kialakításában. Különleges ez a település, az egykori koronaváros, a kárpátaljai városka, amely ugyanúgy végigélte a 19.-20. századot, a cseh, a magyar, a szovjet világot, majd a rendszerváltást.
Innen is vittek háborúba férfiakat, ennek a településnek is voltak hősi halottai, innen is hurcoltak Márenki robotra sok helybélit, de mégis kultúrájával, felekezeti békéjével példaadóan meg tudott maradni. E néhány hét alatt az a benyomásunk alakult ki, hogy a világ tele van viskivel, egykori viskivel, vagy viskiránt elkötelezett emberekkel. Valami van ebben a településben, hogy a szellemi kisugárzásával képes sokakat megmozgatni. Aki elment, az is visszajár, népzenei és néptánctábort tartani, kézműves foglalkozásokat vezetni, vagyis életben tartani a hagyományokat, frissíteni a tudást. Kívánjuk mi magyarok, hogy legyen nekünk és maradjon sok viskihez hasonló településünk, hagyományunk, amelyhez mindig visszatérhetünk, amelyből folyton erőt meríthetünk. Köszönjük a viskieknek, hogy segítségükkel ilyen szép kiállítással tudjuk bemutatni, mit jelent a hagyomány egy közösség életében. És köszönjük minden közreműködőnek a segítségét, elsősorban pedig dr. Seres Zsuzsanna osztályvezetőasszonynak és többi kollégánknak, hogy a sok-sok szakmai segítség mellett végig tudták vezetni ezt az időszakot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen igazgató asszony szavait. Most felkérem dr. Rezsa István kormánybiztos urat beszéde megtartására és egyben a kiállítás megnyitására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a protokoll szerint a nobilitásokat kellene köszöntened, de engedjék meg, hogy én most szeretettel köszöntsek minden viskit. A pillanatnyi zavaromat az okozta, hogy Beregszászról érkeztem meg ide a koronázó Mátyás templomtól egy karnyújtásnyira, hogy itt viski tekintetekkel találkozzon az ember, és véletlenül a beregszászi megnyitó beszédet vettem elő, és zavaromban azt hittem, hogy nem is biztos magammal ezt a mostani. Nem mintha nagyon szükségem volna a beszédre, de hogy el ne tévedjek, azért egy pár gondolatot leírtam. Viski élő hagyomány, ez a Magyarság házában most megnyíló kiállítás címe, és annyi képzettársításra ad lehetőséget, hogy az ember szinte eltéved ennek dzsungelében, hiszen Visk korona város volt egy korona, hogy jól tudjuk, és akkor mindjárt eszünkbe juthat Károly Róbert, de hát ha az Arzsukról beszélünk, akkor mindjárt az Árpád-háziakra is gondolhatnak, hiszen 5. István és 3. András egyaránt szerepet játszott a közösség gyarapításában. És ha a természeti környezetre, a Máramarosi medencére tekintünk, akkor a Vihorlát Gutin, valahol hátul talán a Nagy Pétrosz is feltűnik, amely egy ideig a Horthy Miklós csúcsnevet is hordozta, s ha közelebb jövünk Viskhez, akkor a Sajánkő, Viskikő, és folytathatnánk még azokat a gyönyörű természeti helyszíneket, amelyek rabul ejthetik akár egy kiállítás megnyitóját is. És aztán hátat fordítunk a Máramarosi pontának, akkor pedig ott van mindjárt a Tisza, a legmagyarabb folyó, amely a fekete és fehér Tisza jön körösmező Rahónál összefolyva, és aztán jön végig egész Magyarországon keresztül. És azért, hogy nem olyan idealizált a kép, amikor a Tiszára gondolunk, akkor sajnos már a Petpalac-tengert és a települések által odahordott szemetet is a képzeletünk magunk elé kell, hogy idézze, ha más nem azért, mert a 20. század valami ilyen szennyet hagyott rá. Én mégis a kiállítás második felébe az élő hagyomány mozgatta meg a gondolataimat, és elsősorban e köré szeretném néhány mondatomat felfűzni. Hiszen a hagyományok velünk élnek, bennünk élnek, meghatározzák önazonosságunkat, és kijelölik számunkra azt a belső lelki teret, amelyben megvalósíthatjuk önmagunkat. A hagyományok egyúttal azt az értelmezési teret is megrajzolják, amelyben folyamatosan megjelenítjük önmagunkat, és amelyben megpróbáljuk egyúttal megérteni a bennünket körülvevő világot is. Ugyanakkor Kodály Zoltán cselekvésre hívó örökérvényű szavait idézve nem feledkezhetünk meg elemi kötelességünkről sem, hiszen Kodály azt írta, hogy a kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolunk, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi azt magának. Tehát a hagyomány és a kulturális örökség egy-kettőre elvész, ha nem teszünk érte. Elvész, ha nem formáljuk a magunk képére,
és ha nem igazítjuk a folyton változó korok elvárásaihoz. És ebben a lüktető és dinamikus változásban rejlik az egymást követő generációk megkerülhetetlen felelőssége, így azok is, akik most itt ülnek és otthon várják az itteni híreket. Mert úgy kell változnunk a kultúránkkal és identitásunkkal együtt, hogy az eleink által megalkotott és évezrede artikulált önazonosságunk eközben ne veszítsen értékeiből. Csak az a változás méltó a tradíciónkhoz és kultúránkhoz, amely értékőrző, őseink erőfeszítéseit tisztelő, de egyúttal elemi erejű és modern is. Modern, mert párbeszédre hívja a kortársakat, ugyanakkor konzervatív, mert megláthatjuk benne nagyszüleink és dédszüleink arcát. Amikor a Herman Otto teremben majd önök felsétálnak, és itt láthattak néhány képet, akkor a régi magyar világ szereplőiből, polgárokból és földműveseknek a tekintetével találkozhatnak. Tartás és tekintet, ez a két jelző, ez a két szó, amely eszünkbe jut, ha ezekre rápillantunk. Én olyan vidéken élek, ahol az 1800-as évek végén egy Plón nevű fotográfus elhatározta, hogy a még élő 48-as honvédeket lefényképezi. A társadalmi ranglétrán a koldústól a nagygazdáig egykori honvédek álltak a fényképezőgép elő, a daguerrotípiában nem is olyan egyszerű a lencsel jelni persze, és minden honvéd büszkén a maga társadalmi rangjától függetlenül néz az albumot lapozó olvasó felé. Ugyanez a tartás és tekintet látható, amelyeket önök majd a viski fényképeken fognak látni. Hagyományaink, regionális és nemzeti kultúránk szövetszálai egyúttal sűrű leplet fonnak körénk, és olyan leplet, amely betakar, megóv, de egyúttal meleget is ad, és ebben a melegben otthon érezzük magunkat. A feladatunk tehát nem lehet más, mint az, hogy a tágabb élettérben, a Kárpát-medencében, ami közös otthonunkban, és szűkebb pátriánkban, amely a szülőföldet jelenti, a falut, ami feltarisznált, vagy éppen szülővárosunkat, ezek kulturális örökségét megéljük, és legyünk készek személyiségünkbe integrálni ezeket a hagyományokat, hogy az a lepel, amelyet majd gyermekeinknek továbbadunk, ne legyen ózsgi, ne legyen szakadozott, és ugyanazt a meleget öntse számukra is, mint amit mi kaptunk elejétől. Tisztelt viski barátaink! Mivel földi szférához ragadt fogalmainkkal nem könnyen leírható a folyamat, amelyet kultúránk átörökítésén és hagyományaink élővé tételén értünk, ezért nem egyszerű mérleget mondtam most sem. És engedjék meg nekem azt az elfogultságot és optimizmust, hogy azt mondjam, hogy Visket olyan településnek ismerem, ahol mindez, amiről eddig beszéltem, megvalósulni látszik. Megvalósulni látszik a magyarként való megmaradás parancsa, a népdalok mitikus boldogságában és gyászában, ahogy a Pál család áldása révén ezt oldjakra megkaphatjuk, de ott munkál a több ezer fős református gyülekezet hitében, vagy épp a katolikus templom orgonájában ez a megmaradás parancsa magyarként. Ahol önök élnek, ott élnek a magyar hagyományok is, a kárpátaljai, felső-tiszavidéki és viski hagyományok. És a szilárd alap a büszke koronaváros, amely sok mindent megőriz nekünk abból, amit, ahogy Milán Kundera fogalmaz, idefent régóta megsemmisítettek a háborúk, a forradalmak és a civilizáció. Természetesen a viski teljesítmény csak egy munka kezdetét jelzi. Egy építő munka elején járnak ma a viskiek. Csodálatos terveik vannak, az építkezés zajlik és megfelelő ütemben halad. Ha jó Isten akarja, még a viski óvodát is átadjuk egyszer ebben az esztendőben talán, bár erről mindig Ötvös Sándor barátommal polemizálok nap, mint nap. De a kárpátaljai és viski hagyományok háza még messze van attól, hogy kész legyen. Majd, ha az iskolában minden gyermek tanulhatja kárpátalja népzenei hagyományait, majd ha méltó állapotba kerülnek a viski közösség terei,
és ha senkit sem ér hátrány azért, mert magyarul az anyanyelvén szól, és ha majd minden faluba újra megismerik saját népviseletüket, majd akkor mondhatjuk azt, hogy valamit már elértünk. És addig nincs más dolgunk, és nincs más dolguk önöknek sem, mint alázattal és álhatatosan végezni közösség és nemzetépítő munkánkat. Az úton természetesen számtalan akadály fog tornyosulni előttünk, és harcunkat sokszor reménytelennek érezzük, de hát tudjuk, hogy maratonnál is a reménytelenség győző. De nem csüggethetünk, mert nekünk van egy Madách Imrék, aki világosan leírta, a cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja a küzdés maga. Tisztelt Viski barátaink, hölgyeim és uraim, a magyar kormány és a gyarapodó Magyarország annyit ígérhet, hogy a jövőben épp úgy, mint eddig minden segítséget megadunk Visnek és Kárpátalja minden polgárának, hogy megélhessék és szabadon élhessék meg magyar önazonosságukat. És végül engedjék meg, mert ha hosszan beszélek, akkor önök ebből kiáltatban semmit nem fognak látni. Engedjék meg, hogy visszakanyarodjak köszöntő beszédem nyitó gondolatához, és Sebő Ferencnek oly sokat idézetté mondatával kívánjak önöknek tartalmas együttlétet, jó beszélgetéseket és a kiállítás élvezetét. A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, nem őrizni kell, mert nem rab, hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket. Ez a közös utazásra szívom önöket szeretettel. Köszönöm a figyelmet. Cébely Lajos, gyökérszakadás előtt. Ne vigasztaljatok, már tudom, nem marad a kő. Emlékké kopik, málik homokká, s csőrében a madárszárnyú szél szemembe szórja pornak, hogy fakadjak sírva. Hogy fakadjak sírásra, majd fanyar nevetésre. Zsíros halotti torokon hízlalt merengő fajta. Önsajnálatom pocsolyájából, hogy néha keljek, s ne csillogjon, de hújjon agyamról a másság fényben észre. Ne biztassatok, elmúlnak a hegyek is. A hajdan sötét zöld erdők most sápadtan sóhajtanak itt. S a tegnap még idegen szelektől óvó merész magaslatok, már az omlások öreg őrei. Ne is hívjatok. Rossz nekem látogatóként a családi házban. Fáj szelíd szépsége, bár mindig öröm. Szívemre hull hideg eső, gyöngye kicsattan homlokomon, mint a megrontott forrásvize. Kikitör a várhegy oldalon. Hogy ne lássam az elvadult határt, behunyom szemem. És e magam teremtette sötétben hallom, hogy zokog a víz, hörög a sár, csikorog a homok, mint bennem az erek, és a mélyben szakadásig feszülnek a gyökerek. Köszönjük szépen! Most felkérem Üdvös Sándort, hogy tolmácsolja Cébely Lajos megnyitó lesznek gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel üdvözlöm Önöket, akik a Kárpátaljai Visk egykori koronavárost bemutató rendezvényen megjelentek. Mikor a politikai változások idején, 1989 táján egy magyar írócsoport látogatást tett Kárpátalján, többek között Visken is, észrevételeiket egy kis kötetben hozták nyilvánosságra. A könyv Vég Antal által írt előszavában megkapott három mondat, idézem. Itt most lehet élni, még nem egészen félelem nélkül, nem innen van legmesszebb az ég. Az utolsó mondat elgondolkoztatott. Vajon ennek a napjainkra magyar-ukrán nagyközösségé váló településnek a sorsa nem-e lakói égtől való távolságának a függvénye? Hiszen az országot védő gyepűn túli őrhelyből, Ugocsa, majd Máramos megyei városból emelkedő település
1270-es első említésénél már jelen van a templom, a harmadik András. Az Aranyágacska levelében még megerősíti, hogy Máramaros az erdélyi egyházmezény megyéhez tartozik és tartozott, igaz, az egri püspökség ezt nem is veszi tudomásul. Már a 13. században nagyjából nagyarányos 100 lakossággal bír a város. A viski magyarság évszázadokon át őrizte ezt a kettős öntudatot a székely harcias határőrrel múltjának emlékét, és rendszerető szászok kétkezi munkája eredményére kényes büszkeségét. E két nép közösségi olvasztó kohója a katolikus egyház volt, amely megtanította azt, hogy az élet, az utódnevelés biztosítása szent, a kölcsönösség, a szeretet, a kegyesség, a türelem elsőrendű parancs, és azt, hogy az ember nem csak termelő és harcoló, de egyben lelki éltető élő lény is. Az egyház visken az európai kultúra bábja volt. 1329-től Károly Róbert oklevélben hitelesíti, és kiváltságos jogot ad a településnek. Az Anjou király nem csak megerősíti elődjei privilégiumait, de koronavárosi jogállást is ad Visknek. Azzal az indoklással, hogy Máramaros földje terméketlen, s mivel a sónak és színes fémeknek nagy szere volt az ország életében, fel kellett szabadítani a bányaművelésre fordítandó erőket, aranyat, ezüstöt, sót nagyobb mennyiségben termeltek a vidéken már az Árpád-korban is. Így Visken több évszázadon állt. Az aranybányászat azonban Mátyás halála után hanyatlásnak indult. Ma már 687 év távlatából az viszont egyértelmű, hogy a koronavárosi jogállás tartotta meg a máramarosi városok lakóinak polgár öntudatát és ezáltal magyarságát. A 18. század harmadában betelepített ruszinságtól való különállását nem csak 1834-ig, a kiváltság jogainak elvesztéseig, hanem egészen a 20. század közepéig. Engedjék meg, hogy Cébe Lajos gondolatait egy folytatva, és a történeti áttekintéseket egy kicsit közelebb hozva a mai naphoz, megkérjem azokat az embereket, és majd a zenei életen keresztül ezt talán érzékelni is fogjuk, hogy már Csipi Krisztina által, igazgatónő által mondott gondolatok is megfogalmazottak bennem, hogy amikor kimondja az ember azt, hogy visk és viskinek lenni, magunknak itt most viskieknek mondom, biztos valami más jelent, mert kicsit kihúzza magát az ember, főleg a Técsőn. De abból az életérzésből az én korosztályom túl sokat már nem tud átadni, mert valami más világban nőttünk fel. És én szeretném felkérni ifjabb Sari Józsefet, hogy abból az életérzésből, abból a korosztályból, én most egy olyan korosztályt fogok egyébként megszólítani, aki a kárpátaljai közélet meghatározó egyéniségei közé tartoznék. Én csak úgy nevezem őket, hogy az 51-es korosztály, és mindig kérem, hogy mondják el és írják le, hogy miért indult, miért volt az, hogy az 51-es korosztály és az kicsit előtte, kicsit utána levő emberek úgy döntöttek, hogy egyetemre mennek, nem mennek el máshova dolgozni, hanem visszamennek a faluba és elkezdik az életet. Azt az élő hagyományt, amiről ma beszélünk, újra teremteni. Úgyhogy én csak ennek a követője is, hogy is mondjam, kisfiúként továbbvivője vagyok, úgyhogy én átadnám a nagy neveknek a szót, és köszöntsem ifjabb Sari Józsefet. Köszönöm Sándor a bevezető gondolatokat. Nem jó ez a nagy név. Nincsenek itt nagy nevek, viskiek vagyunk. Nagyon sokan vannak itt Viskről, és ha valami olyasmivel, olyasmit mondta, hogy vissza kell gondolnom az 50-esekre és az 51-esekre, akkor igen, én büszke vagyok arra, hogy egy olyan családba
nőttem fel és születtem bele, ami meghatározó volt egész életem folyamán. Hisz édesapám itt a filmen fogalmazott meg egy gondolatot, és ezt szeretném azért még egyszer hangsúlyozni, hogy azért gyűjtsünk anyagiakat, szellemieket, hogy legyen mit megtartani, legyen mit továbbadni, legyen mivel sáfárkodni, legyen mivel élni ezzel a nem könnyű vidéken. És ha már az 50-es évekről beszélünk, akkor ugye diákként, nem is diákként, még iskolai hallgatóként, úgy feltűnt számomra az, hogy elég sokan jelennek meg Miskén, és értékeket vásárolnak fel. Elvitték a petróleum, kovácsolt vas petróleum lámpáinkat, elvittek faragott szekrényeket, nagyon sok mindent, és nem tudtam megérteni, hogy ha nekik érték, akkor nekünk miért nem. Ezt a családban úgy meg is beszélgettük néha, de hát az anyagiak azok erősebbek voltak, és nagyon sok értéket vittek el, ezt a iskolák tudják tanúsítani. Aztán majd diákként egy olyan csoportba kezdtem, ami szinte folytatta azt az utat, amit a családból és édesapám környékéről hoztam. Rebelis diák csapat volt ez. 20-an voltunk, ebből a 20 csapatból szinte mindenki a közéletbe tevékenykedik napjainkban is. Valahol onnan indultunk. Volt ott egy tanárunk is, aki Biski születésű, és az emlékét és hagyományát őrizni kell. Nem tudom, majd a kiállításon fogunk-e látni belőle valamit, de azokat a fényképeket, amelyeket itt is láttunk, az ott van a Fodó Sándor emlékszobába is. Aki nagyon sokat tett annak érdekében, hogy valahol megérezzük azt, hogy a mi feladatunk, Szébei Lajossal és nagyon sokan másokkal az, hogy egy közösséget igyekezzünk szolgálni. Hát így történt, amikor a rendszerváltás után, de jelzem nem a rendszerváltás után alakult meg a KMKSZ, mert nagyon jól ismertük mi egymást azelőtt is, de amikor erre lehetőség volt, hogy közösségbe tömörülhessünk, akkor azokat az ismert embereket pillanatok alatt idézőjelbe vett. Pillanatok alatt megtaláltuk Kőrös mezőtől egész le az Ungvári járásán utolsó falváig. És így indult. Így indult a folyamat. És így történt az, hogy a rendszerváltás előtt még szovjet időben, de már az enyhülés folyamata volt, egy hátizsákos ember, fiatal ember jelent meg Miskén, és nagyon sokat beszélgettünk vele. Végig járt a Kárpátalját, Fodó Sándor irányította oda. Ez a fiatal ember a mostani országgyűlés alelnöke Lezsák Sándor volt, aki aztán többször is megjelent Miskén, és ő volt az, aki a legutolsó találkozásunkkor azt mondta, hogy elindította a lépfőiskola mozgalmat. Vissza kell állítani azt, amit valamikor tönkretettek. Na így indult el egy következő folyamat, így indult el annak felmérése, ami itt a kiállítás anyagaiban is látható. Így történt meg, hogy szinte az egész magyar nyelvterületen, az elszakított területeken ez a lépfőiskolai mozgalom elindult, és megindult az értékgyűjtés, kezdünk rájönni, hogy ami valamikor másnak érték volt, az most már nekünk is érték. És ezt az értéket kell, hogy megtartsuk. És én nagyon szépen köszönöm Orbán Ágnes asszonynak ezt a gyönyörű filmet, ezt a felemelő, közvetlen, szívhez szóló filmet. Nagyon sok, például azokat a táncosokat én láttam, amikor ott
táncoltak az iskola udvaron, hogy ezt átadta most itt a Magyarok házában. Nagy dolog ez. Nagyon nagy dolog ez, hogy a Magyarok házában, Budapest szívében, itt van is. Ez mindjárt elnézést. Budapest szívében itt van is. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a nagyon szép filmet, és azt kívánom mindenkinek, hogy ismerkedjünk a Viski anyaggal, és ismerkedjünk mindazzal az értékkel, amely nem csak Viskinek érték, nem csak a Viskiek értéke, hanem az egész magyar nyelvterület értéke. Remélem, hogy lassan, fokozatosan minden látogat majd ide. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Ifjabsari József gondolatait, és engedjék meg, hogy köszöntsem körömben Lévai Anikót, aki az Ökumenikus Szeretett Szolgálat jószolgálati nagyköveteként sokszor járt önkéntes segítőként Kárpátalján. Megnyitó programunk végéhez közeledve felkérem Pár Istvánt és zenekarát, valamint édesapját Pál Lajost, hogy játszanak el nekünk egy rövidített viskitán, és röviden, néhány szóval mutassák be a viski zenét. Itt szeretném megadni az alkalmat, hogy megköszönjem Pál István szalonnának és zenekarának, hogy elfogadták felkérésünket, és közreműködésünkkel ízelítőt kaptunk a viski zenéből is. Csak egy rövid gondolat a táncrend előtt. Mielőtt én komolyban elkezdtem ismerkedni ezzel a hagyományőrzéssel és a hagyományokkal, és egyszer csak felesmértem, hogy egyébként Visnek is vannak olyan önálló értékei, ami ugye a Kárpát-medencében elég jelentősen megállják a helyüket, és elkezdtem kutatni a viski táncokat, és kérdeztem, hogy honnan lehet ezt tanulni a nagynevektől, hát kisfiam se onnan, máshonnan, édesapától, meg édesanyától, mert azon a gyűjtésen, amiről mi tanulunk, azokon ők táncolnak, úgyhogy így kerül az ember is vissza a saját hagyományaihoz. Sari Juska bácsi nagyon kedves mondatokat mondott az előbb, és az jutott eszembe, hogy ugye viskiek mindig magunkkal vagyunk elterve, mert imádjuk visket, meglátjuk a hegyeket, és nincs mese, csak arról tudunk beszélni. Volt egy nagyon kedves barátom Zalába, aki ellátogatott egyszer Viskre. És sétálgatott az utcán, és egy idős bácsival elkezdett beszélgetni, aki behívta egy pohár borra, ami nem a világ legjobb bora, de nekünk a legkedvesebb. És megkóstolta ezt a pohár bort, és fölhívott engem, és zokogott a telefonba. És nem tudtam rájönni, hogy mi lehet ennek az oka. És azt mondta, hogy 2 héttel ezelőtt temettem el édesapámat Zalába, és pont ugyanaz a fénykép lóg itt a falon, mint nálunk otthon, amit az édesapám rajta ezzel az idős bácsival. Tehát nekünk múltunk van, azt hiszem jelenünk is van, és minden egyes embernek feladata az, akár viski, akár nem viski, hogy legyen jövőnk is. Köszönöm szépen! És a tőle lehet
nagyjából ebben a műsorban én is vezető ember vagyok, gépkocsi vezető. Tehát ugye a viskiek, akármilyen nehéz a körülmény, azoknak mindig azért megmarad a jó kedvük. Volt egy 21 éves Lada nevű gépkocsim, és sikerült vennem egy ilyen pici kis Skoda Fabiát. És hát boldog voltam, hogy akármilyen kicsi, mégis tiszta új. Megyek a határon, találkozok egy viskivel, Velencéből jött, nem mondom a nevét. Azt mondja, látom, átfestetted a kocsit. Jó ember, hát ez mondom, 5 kilométer van benne, szóval rögtön jobb kedvem lett tőle már ettől a viski embertől. Viszont van egy fontos dolog, amit megbocsátanak nekem a szervezők. Lehet, hogy sikerült bemutatni excellenciás, méltóságos urakat, de van két csodálatos ember a teremben, akit muszáj vagyok bemutatni, korelnökök vagy rangidősök. Az egyik Igyártó Bálint, az megérdemel egy tapsot. És nem azért mutattam be, mert egy teljhatalmú államtitkárnak az édesapja, hanem mert Keresztanyámnak udvarolt ezelőtt vagy 70 évvel, nem felejtettük még azt az érem. És még van egy nagyon kedves ember, akinek az édesanyja oktatott bennünket jobb bőven, ez Csík István, azt is bemutatnám is. Üdvözlöm minden! Az ő édesapja kántor tanító volt, és az tanított először minket énekkarba. Az anyukája pedig Etelka néni, az már édesanyámnak is az volt a tanárnő, és édesanyám oda vezetett, és azt mondja, hogy tessék fenyíteni a kisfiút. Azt se tudtam, mi az, hogy fenyíteni. Megtudtam. Olyan toltartóval, olyan körmöseket kaptunk, hogy utána egyetemet végezett a fele osztály. Évek közepén a Tiszáról csináltunk egy nagy sorozatot a forrástól a torkolatig. Tehát a Tisza forrásától egészen Titelig. Az eredéstől, a torkolattól az eredésig csináltunk egy 13 részes filmet, és akkor ismerkedtünk meg Viskkel. És Visk az olyan, mint a szerelem. Meglátni és megszeretni, és azért ajánlom mindenkinek, aki nem járt Viskre, hogy oda muszáj elmenni. Ez olyan, mint aki a Tisza vizét issza, szíve mindig vágyik vissza. Nekünk ilyen Visk. Kettő pedig, csináltunk egy gyökerek sorozatot is a Magyar Televízióban, bejártuk a Nagy Magyarország tömb magyarságait, és az Ormány Magyarok vidékét is. És Viskről több filmet csináltunk, nem csak ezt az Oldott Kévét, mert nagyon fontos, mindig én úgy szoktam fogalmazni, hogy a túlélők mindig kapnak egy megbízó levelet, mert ebben a vérzivataros századokban hány eleseti szám kivetett ember élt, és nekünk az a feladatunk, hogy ezzel a megbízó levéllel jól gazdálkodjunk, és fantasztikus érzés most újból itt lenni Visken. És nagyon érdekes, mert az a film, amit most láttunk, az 89-ben készült 27 évvel ezelőtt. Akkor még nem volt interurbán, csak interurbán telefon volt, tehát nem volt internet, nem volt mobiltelefon. Nagyon nehéz volt megszervezni éppen ezért ezeket a dolgokat. És a viski emberek valóban csodálatosak, úgyhogy én innen szeretettel üdvözlök minden viskit. Kinek szeretője van? Csókod, bízi, de csak is adnak adó, kinek szeretője van?
nagyon sok úton kerül az ember kapcsolatba a Vizskel, például úgy, hogy olvassa a magyar történelemkönyvet, és öt koronavárost emlegetnek egykori Máramarosba, úgyhogy először a tanulmányaim során találkoztam Vizskel. Azután Kárpátalja mindig is egy elzárt világ volt a Kárpát-medencei magyarságban. Én mindent körbejárhattam, de oda soha nem sikerült eljutni. Még a 90-es évek elején aztán egyszer igen. És aztán kimaradt 15-20 év, hogy újra eljussak Vizskre, és miután politikus lettem, hirtelen Kárpátalja feladatát kaptam meg. És amikor keresgettem a segítő munkatársaimat, akkor mindjárt egy Vizskibe botlottam, úgyhogy a kormánybiztonság egyik oszlopa, éppen egy Vizski eredeti ötvös Sándor főosztályvezető úr, tehát már ki se lehetett innentől kezdve kerülni Vizsket, és aztán amikor hallottam, hogy tizenvalány éve nem sikerül megnyitni a Vizski óvodát, akkor elhatároztam, hogy 2016 novemberében ezt mi meg fogjuk tenni. Remélem, hogy nem felelőtlen ígéretet teszek ezzel. És onnantól kezdve, aztán a falu turisztikától kezdve a Pál családnak az áldásos tevékenysége, az élő hagyományok, amelyről ez a kiállítás szól, ez mind-mind-mind Vizsket a életembe behozta. Akár Varga Sanyitól végre megtudtam azt, hogy miért is kaptunk ki Hatnóra Irapuátóba annak idején a Szovjetuniótól, hiszen az én gyerekkorom, fiatalkorom, mint labdarúgó szurkoló, ennek egy nagyon fontos kudarca volt ez a szörnyű labdarúgó emlék. Tehát már olyan sok ága, boga van a Vizski kapcsolataimnak, hogy lassan, és nem csak lassan, nyugodtan mondhatom, hogy haza járok, és büszkék lehetnek arra, hogy ott élnek minden nehézség, minden elvándorlás és megfogyatkozás ellenére, ahogy itt a megnyitó ifjabb Sári József ügyesen és jól megfogalmazta, hogy lassan rájönnek az ott élő emberek, hogy milyen értéken ülnek rajta. Nem csak a táj, nem csak a Tisza, a népzene, a néptáncok, hanem egy magyar sziget a felső Tisza vidéken, és én azt hiszem, hogy ha megélhetésen lehetne javítani, akkor nem gondolom, hogy boldogabban lehetne élni a világ gazdagabb felé, mint Vizskel. Érdekes, én egy olyan délalföldi városból származom, ahol egy nyakas kálvinista hagyomány ma is hát negatív tulajdonságokkal ruházza föl Hódmezővásárhely népét, hiszen ott nem volt polgárság, hanem ilyen parasztpolgárság. És Vizsgbe is valószínűleg ez a büszke koronaváros, hogy mi mégis különbek vagyunk, mint sok más, akár hasonló méretű település, ez ma is munkálkodik. Na most, ha egy közösségben van öntudat, akár még nem feltétlenül a megmaradás parancsának öntudata, ez akkor is erőforrás. És én azt láttam, hogy egyre több Vizski a szükségszerű, a kisebbségi lét, a kommunizmus kisebbségi létének, a létében, amikor megépítették a kerítéseiket, a négy falat és bezárták önmagukat, lassan kezdik kinyitni ezeket az ajtókat, és kilépnek a közösség élet színtereire. És igazán attól jó valahol élni, hogyha van közösségi élmény és közösségi erő. Ez az, ami Vizsket fölé emelheti igazán, és a koronázóváros, bocsánat, a koronaváros múltjából táplálkozva különbé teheti, mint sok más kárpátaljai település, de ez rengeteget kell dolgozni. Itt ezen a kiállításon például egy Vizski népviselet kreáció van kiállítva, de már nincs igazi népviselet. Már csak emlékekben él, már csak fényképeken. Én azt hiszem, hogy egész Kárpátalján minden falunak újra meg kell találnia a saját népviseletét és ruháját, és kell olyan szabókat képezzünk, akik ezt meg is tudják varni. Ha ilyen csodálatos népzenei kincsen ülnek, és ilyen néptáncot művelnek, mint amit az egész világ most már a Pál család révén megismert, akkor nem hagyhatjuk, hogy ne legyen népviselete Vizsknek. Tehát van itt még bőven mit tenni, meg éppen be kell fejezni a most készülő táncháztermet, meg át kell adni ezt az óvodát, meg még 100 egyéb dolgot, rendbe kell hozni a faluházat, meg kell építeni azt a kilátót, amit most vállalkozók terveznek oda a hegyre. Tehát van éppen mit csinálni.
ha már Varga Sándor lovastanyát működtet, akkor azt a magyar lovas életbe kapcsoljuk be, és legyen kárpátaljai nemzeti vágta is. Tehát temérdek dolog és feladat van előttünk, és ha ez a partner a viski nép, ha kinyitják az ajtóikat, és kimerészkednek, és közmunkáznak, és áldoznak a közösség érdekében, akkor biztos, hogy a magyar kormány is partnere lesz, és a kárpátalja kormány biztosan. Nyílt tekintetű, őszinte, egyenes embereknek ismerem őket, szeretünk odajárni, elbeszélgetni, csak abból is látszik, hogy mi alapvetően ugye megnézzük azokat a helyeket, amiben közreműködtünk iskolóvoda felújításába, de például itt nekem nagyon újak voltak ezek a fejfák. Pont mondtam is, hogy akkor temetőben biztos nem voltunk még Miskem, ezt a fajta típusú fejfákat, hogy amik itt ki vannak állítva, nem láttuk, de hát sok mindent nem láttunk. Most ezen a kiállításon azért is vagyok itt örömmel, mert jóval többet látok, mint amit ott egy rövid találkozó alkalmával meg tudunk nézni. Úgyhogy itt több történelmi erekjét láttam ebbe az egy órába, mint amit a pár alkalommal, amikor kint voltam, és akkor föl tudtuk dolgozni, de az nagyon fontos, amit mondtam, hogy az mind hasznos beszélgetésekkel, gondolkodással teltek ezek az idők, tehát nem sajnálva mondom, hanem csak ma egy újabb élménnyel gazdagodott az ember itt ezen a kiállításon. Azon kívül, hogy kulturális tényleg gyerekek, csere, üdültetés, táborozás, de szeretnénk egy picit most olyan programokat is találni, ami Viskre gazdasági valamilyen vállalkozást tudnánk vinni, hogy segítsünk abba is kimozdulni, hogy a viski vállalkozásokat próbáljuk meg akár egy közös pályázattal vagy egyébben erősíteni. Tehát most azt gondoltuk, hogy eljött ennek is az ideje, hogy próbáljunk meg közös ilyen valamilyen gazdasági sikereket is felmutatni. Én azt gondolom, hogy a kultúra, művészet terén gyerekek cseréjébe ott megvan a napi kapcsolatunk, de ezt lehet ezzel, ami nem egyszerű, mert ugye itt befektetőt kell, vagy pályázatot szerezni, de bízunk benne, hogy sikerül majd valami közös előmozdulást ezen a téren is elérni. Akinek van történelme, hagyománya, az tud merítkezni belőle, és akkor az a jövőbe is tud építkezni. Ez ezért fontos, és ez azt mutatja, hogy akkor a hagyományokból fog építkezni, fog meríteni, ugye, ami elhangzott zenét, és táncot is, amit tudunk, tehát ez föltétlen része az életnek. De hát az a élni a korástal pomorodás, ami jellemző a viski embereket, hogy ugye óvoda, iskolába gondolkodnak, és az utódok neveléséről, azoknak a rendes iskolai, akkor a település megtartó erejét, ha megőrzik, mint hogy a példa mutatja, hogy nagyon sokan visszamennek, visszatérnek, ennél jó megoldás nincs, mint hogy így megmarad Visk. Tulajdonképpen volt egy városi, paksi városi ünnepség, ahol Jenei Karcsi református tiszteletes úr is ott volt. Akkor ott véletlen kocintottunk egyet. Mondhatnám viccesen, hogy ennek köszönhető ez a városi kapcsolat, illetve talán mondhatom, hogy barátság a Jenei Karcsival is. Majd a paksi városi küldöttségnek is tagja voltam. Én nagy örömmel látogattam az összes határon túli partnervárosainkat, testvérvárosainkat, de megmondom őszintén, hogy akkor jártam először Kárpátalján. Engem akkor nagyon megfogott ez a találkozás.
elsősorban a viski embereknek a közvetlensége, szeretete, és azóta nagyon szívesen segítem őket mindenben. Úgy gondolom, hogy a Gastrobusz Fesztivál gyűjtéseinek, a templomi koncerteknek és a jótékonysági főzőversenynek köszönhetően a mi fesztivál méretünkhöz képest úgy gondolom, hogy tudtok valamilyen összeggel segíteni ezt a várost. Nekem azóta ott barátaim vannak, viskiek is, többen meglátogatták a fesztivált is, és az külön öröm számomra, mint ilyen zeneőrültnek, hogy Visken ilyen kitűnő zenészek vannak. Nagyon örülök, hogy az evangélikus templomba sikerült szervezni, fellépett a szalonna és zenekara a Ferenczi Gyurival, de ezen is túl szeretnék egy másfajta zenei stílusra emlékezni, és a Cébely Csaba, kitűnő dobos, a Lajos barátomnak a fia, és nagy örömre szolgált, hogy az ő zenekarát fel tudtam lépetni a fesztiválon. Az külön öröm volt számomra, hogy a Cébely Lajos, bár egy visszahúzódó, szerint csendes ember, ezen a koncerten ilyen hangos zenén ott állt a színpad előtt az első sorban. Most egy-két ilyen rövid anekdotát, vidám történetet tudtam mondani, és üdvözlöm a viski barátaimat, viski embereket, és ha minden igaz, akkor hamarosan személyesen is találkozunk majd. Édesapám Visken volt, Vastonyakok államista, kantortanító igazgató, és hát Visk különben is nekem a szívem csücske. Visk az egy nagyon eredeti város, három különböző népből összegyűrt keverék, örökölte a viski nép a magyar virtusosságot, a székelygóbéságot és a szászoknak a munkaszeretetét és hát rendszeretetét. Úgyhogy nagyon eredeti társaság a viskiek. Emlékszem gyerekkoromban, szóval jó szittya arcok vannak Visken, emlékszem azok a nagybajusz öreg magyarokra. Aztán mi jut még eszembe, a legények is, fiatalok mindig úgy jártak, hogy a kalapot jól a fejükbe, a homlokukba hozták. Így aztán kénytelenek voltak mindig így felemelt fejjel járni, mert ha így lehajtották volna a fejüket, akkor estek volna. Úgyhogy Visken a legények, meg az idősebb emberek is mindig így felemelt fejjel jártak. Emlékszem gyerekkoromban a legényeknek, sőt a legényeknek még ott volt a csizmájukban a bökő. Tehát a kés. Úgyhogy Visken nem lehetett csak úgy büntetlenül sértegetni egymást, mert ott meg volt a megfelelő válasz. Hát mit mondjak még Viskről? Hát a gyerekkorom ott telt el, édesapám ott tanított, édesanyám is. Aztán hát 45 után, nem tudom mennyi időt szántak erre a riportra. Hát a későbbiekről már nem szívesen beszélünk, 45 után, mikor ugye Kárpátalját oda csatolták Ukrajnához, hát azra, hogy én Marmaros-szigeten tanultam, a gimnáziumba, és hát mikor rá kellett döbbennünk arra, hogy meg kell tanulni, vagy oroszul, vagy ukránul, hát akkor aki élni akar és létezni akar, meg kell tanulni. De hát nem tudtam, nem hogy oroszul, ukránul, de még a cirilli betűket se ismertem. Úgyhogy úgy kerültem be a huszti iskolába, hogy se írni, se olvasni nem tudtam. Hát első évben mindenből megbuktam, évvégén már nem, utána aztán lassan belőttem, úgyhogy aztán már leérettségiztem, utána Lembergbe tanultam egyetemen, utána elküldtek 3 évre Voronyezsbe dolgozni, akkor még volt egy olyan szabály, hogy egyetem után mindenkinek le kellett dolgozni 3 évet ott, ahova küldték. Utána aztán kezdtem hazafelé tendálni, közelebb Kárpátaljához, de akkor még nem tudtam szakmába ereszkedni Kárpátalján, annyit villamosmérnöki szakmába, úgyhogy Lembergbe dolgoztam jó pár évig. Utána aztán átkerültem Munkácsra, ott a műszergyárban, utána Ungváron az egyetemen tanítottam. Utána aztán hát a második feleségem magyar állampolgár volt, és aztán 2 évvel gyötretés után úgy sikerült áttelepülnöm, hogy 2 évig nem engedtek át.
hiába volt megegyezés, hogy a vegyes házasságok esetén a házastársak választhatnak országot, hogy hol akarnak lakni. Hát két évig örökös kihallgatások voltak, vádaskodtak, hogy hazáról vagyok, meg hálátlan vagyok, hogy engem kitanítottak, én meg el akarok menni. Hát szól hasonló finomságok. Végül aztán két év után kénytelen voltam Brezsimnek írni egy levelet, ahol leírtam minden disznóságot, amit végig csináltak velem. Tudom, nem akarták kiadni a jellemzést az egyetemen. Anélkül pedig a milícia nem vette be az áttelepülésre szükséges iratokat. Aztán írtam Brezsnyevnek, aztán két-három hét múlva visszajött a válasz, hogy úgy látszik zöld utat adtak, és utána aztán már megkaptam a jellemzést, aztán települtem át ide. Itt aztán Magyarországon, de hát igyekeztem azokkal kapcsolatot teremteni, akik hát a magyar kisebbségeknek a sorsát a vállókra vették, így ismerkedtem meg Fekete Gyula bátyánkkal, Csóri Sándorral, Csurka Istvánnal, Lezsák Sándorral, annak idén együtt kalákáztunk. Csóri Sándor Esztergomi domboldalon épített egy házat, úgyhogy sok mindenkit ismertem. Rengeteg társaságnak voltam a tagja, Magyar Szellemi Védegyletot társelnök is voltam, elnökségítag, Közakarat, Csete Gyuri volt annak az elnöke, Magyar Útkörök, Trianon Társaság, Nemzeti Társaskör. Hát sajnos ezek a társaságok már mind felbomlottak, pénzhiány miatt, meg aztán a tagság, hát nem mondom, hogy kiöregedett, de hát tulajdonképpen felbomlottak. Úgyhogy most találkozgatunk ki, mint tamott különböző alkalmakkor. Hát nem tudom Visknek mit üzenjek, hogy Visk, hát ha hazamegyek, akkor az ember ott feltöltődni jár haza. Végig Viskékkel, ha találkozok, hát az élmény nekem. Hát ennyit tudok mondani Visk. Ilyen még valamit, ami a Viskéknek lehet, hogy nagyon fog tetszeni. Nekem a viski tájszólás, hát az, ha hallom, akkor mintha vajjal kenegetnének. Nagyon szeretem viski tájszólás, szóval annyira egyedi, sehol máshol ilyen tájszólás nincs. És múltkor, jó pár évvel ezelőtt éppen mentem az utcán, megjegyeztem magamnak, ilyen viski tájszólások beszélgettek. Azt mondja, hogy látom, ott szöfeg a vén ember a nagy csizmában az út közepén, mellette meg ott nejen a nagy kastas asszony a kikötővel, azt odaírtak a házunk elé, le akartak ülni a kispadra, de már nem volt hely. Ott már ott ültek a népek, a vénasszonyok, meg a vénemberek. De ők azért csak bészutyára adtak oda közébe. Hát aztán ott a vénasszonyok ott flatyogtak, pletykáltak, beszélgettek, azt az egyik éppen akkor mesélte el, hogy a seprő nyéler jól megcincagtatta az urát, mert beírogatva Szrészegen jött haza. Hogy most is ott ül a vénember a diványon, aztán szígyel kijönni, mert részeg volt. Hát ezt sose fogom elfelejteni. Szóval ez olyan eredeti társzólás, hogy sehol máshol világon ilyen is. És nem is lehet elfelejteni. Sajnos most már kivesző félbe van. Hát Visk, szomorú dolgok, amikor történnek, tudok sok mindenről, szinte mindenről. Nem csak anyagilag, hanem azért Viskiek tartják magukat. Itt volt egy ilyen filmbemutató, sajnos későn érkeztem, úgy tudtam, hogy 6-kor kezdődik, de 5-kor kezdődött. Sari Jóska, hát nekem másod, harmad unokatestvére volt, édesanyja volt, Emma néni, Foda Emma néni volt, édespámnak unokatestvére. Hát ő ott tett egy fogalom volt annak ide, meg Krüzsely Bözsi, nem tudom ismerős a neve. Hát akik Kárpátalján még a régi generációban, még a Fodósanyi generációjából, akik annak idén még tudták vagy tudják, hogy ki volt Berzsenyi, meg Vörös Marti, meg Adi, meg Szabó Dezső, még Németh László, főleg nekik köszönhető, hogy ők nyomták a kezünkbe 18-19-es korunkban ezeket a köteteket, úgyhogy sikerült jól megfertőzni mindnyájunkat ezzel a magyar sorskérdés irodalommal. Hát mit üzenjek a viskieknek? Könnyű mondani, tartsanak ki, de hát Viskiek, talán ezt még mondani se kell, mert úgy is kitartanak. A viski bicskások. Szeretettel üdvözlök mindenkit Visken. Rokonokat, ismerősöket, régi barátokat, osztálytársakat, Krüzsely Barnát, ő még az én generációmból való. Hát többiek azok jobbára már elmentek. Thank you.
hogy a Magyarságháza mindig különleges odafigyeléssel viseltetik minden külhoni régió hagyománya és értéke iránt, és megkeresett engem az Angster Mária, aki csuhéfonó kézműves táborokat szervez, hogy hát van ez a kiállítás, és jó lenne, ha itt is lenne. És akkor gondoltuk, hogy hát jó, de hát ezt ki kell terjeszteni, és meg kell mutatni Visket, magát a települést. És aztán így tényleg úgy, mint egy terítő, úgy egyre több kör horgolódott rá. Ötvös Sándor, akinek nagyon köszönhetjük ezt az egész kiállítást, a motorja volt. Mindig hozott még egy-egy területet, így került ide a textil, a csuhé mellé, akkor a zenei, tehát egyre többet megismertünk Viskből, a múltjából, annál több minden került. Tehát még nagyon szeretnénk még többet megmutatni. Pillanatnyilag csak ennyit tudunk, mert hát minél jobban belemerültünk ebbe, annál jobban kitárult. És számomra is, akinek vannak kárpátaljai gyökerei, fantasztikus volt, hogy volt egy időszak, amikor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen azt hiszem 5 vagy 7 viski tanult egyszerre. Tehát micsoda település lehet az, ahol ilyen tehetségek vannak. Tehát ott valaminek, a közösségnek és a hagyománynak nagyon kell működnie, hogy ezt föl tudja mutatni. Mi volt megtekinthető ezen a kiállításon? Mi képezték az alapjait a kiállításon? Mikor szerveztük? Vagy... Nem, ami ma látható. Hát egyrészt a nagyon sokféle csuhé, tehát a múltbeliek, a jelenlegi, ezért hívtunk egy csuhéfonót, a Jukanova Klárát, aztán a viselet, hogy a viski viselet, ugye a zene és a tánc kapcsolata, ez egy rekonstruált viski viselet, megidézett Kárpátalja, Hágókon innen és túl című előadáshoz, és akkor megkértük, hogy ezt mi is bemutathassuk, és akkor elkezdődött, a gyakornokok elkezdték gyűjteni az anyagokat, tehát a padlásról, amit a Sari József is mondott, hogy az értékek azok ide bekerültek, hogy a fiatalok elkezdték gyűjteni, és aztán idehozták, tehát így kerültek ide ezek a szép textilek és egyebek. Én a csuhéfonást nagyon régóta kutattam, Távol-Kelettől Észak-Amerikáig, és mondhatnám, évek óta lelkismert furdalásom volt már, hogy Visken nem jártam, amíg 2000-2001-ben végül egy nagy hátizsákkal el nem jutottam Viskre. Az a helyzet, hogy én Viskre szinte hazajárok. Sőt, a viski iskolában igen sok barátom megfordult már. Hát 8-szor vagy 9-szer rendeztük a viski pedagógusokkal, kézművesekkel együtt a Csak tiszta forrásból kézműves ünnepeket és konferenciákat. És most a kiállítás megnyitón is egy csomó magyarországi barátunk itt volt, aki ilyen konferenciák révén vált a Viski Magyar Iskola támogatójává. A feleségem régóta kézműveskedik csuhéval, és aztán ugye ennek kapcsán tudomásra jutott, hogy Visken igazából abból élnek, és hát bizony órákig kötögetik ott, amíg egy kenyér árából összeáll, tehát elég nevetséges áran vásárolják fel tőlük, és aztán ő elment oda, előadásokat tartott, rábeszélte őket, hogy Pestre el lehet hozni zsűriztetni. Már most a mesterségek ünnepén sátruk van, ugye, ahol tehát igaz, most már nagyobb becsületük van ezzel, mert lehet is. És hát nagyon ügyes asszonyok, nagyon-nagyon jó emberek. Na most én ugye néprajzzal foglalkozom, és az én gyűjtési módszerem az, hogy természetesen jegyzetelek, kismagnót is használok, de fényképezőgépet állandóan.
sőt művészi szinten tőlem telhetően, és aztán hát ez 10 év óta, tehát fiatal korom óta csinálom, van egy hatalmas gyűjteményem, ugye a magyar népi kultúra leginkább a Nagyalföld, ahol születtem, de aztán a szomszédországok is, még a keleti népek, leginkább a volt Szovjetunió, úgy szoktam mondani, hogy kis lélekszámú, de nagy kultúrájú népei, még a nomádok, nagyon sokat jártam közéjük, de ez a szomszédolás, hogy úgy mondjam, hogy a szomszédországokat megismerni, meg az ott lakó magyarokat, ez meg egy ilyen minden éves, hogy úgy mondja, nem minden napos, de minden évben erre áldoztam még fiatalabb évtizedeimben. És így aztán voltam Visken, vagy talán 5-ször is. Ezek ilyen 4-5 napos utak voltak, amikor körül is néztünk a széles környéken. Nagyon-nagyon jó volt, meg eljutottunk a Tisza forráshoz, meg most legutóbb a huszulokat is megkerestük, pásztorokat. Na szóval, Miskét tényleg a szívembe zártam, nagyon-nagyon-nagyon jó szívű, nyílt szívű emberek. Cébely Lajossal barátság köt össze, és hát ő volt az, aki megmutatta nekem, hogy a temetőben, református temetőben, ha a fejfa hegyesre végződik, az alatt férfi nyugszik, ha pedig gömbölyded, akkor nő. És nézzük csak, az egyiken egy ősi jel van, ami Tibettől kezdve a sziklarajzokig mindenütt megtalálunk, és a magyar népművészetben is természetesen. Ez a forgás, ez igazából a világ körforgását jelképezi, és ezen a sírjelen mit hagyott hátra? Az, hogy nem is történt olyan nagy baj, mert porul vettek, és azzá váltam, azzá válok, bekerültem a föld anyagába, vele forgok együtt a végtelenségig, a galaktikával és az egész világ mindenséggel. Nem azt mondja, az a gyönyörű jel. Vagy mellette emelről egy kereszt, és ez nyár közepén készült, amikor aratnak. És egyébként ugye áldoznak a valamikor ilyen gabona isten, például Lengyelországban van egy szokás, hogy a gabona, Szűz Máriát beöltöztetik gabona kalászokkal, és a körmenetbe azt viszik, tehát megünneplik a búzát, ezáltal a kenyeret. Itt is azt látjuk, hogy a keresztre oda tűzik a búza kalászokat, hogy hát ez, hogy aratunk, ez egy óriási dolog, mert most már meg lesz az élet. Az én vidékemen a búzát, azt élet, így mondják, hogy az élet. Aztán fölmegyünk a Viskivárhegyre, és a mai napig ott tartják a jutartók a birkáikat, odaadják a csobánoknak, és akik ott az esztenán fejik meg a juhokat, és készítik a gomolyát, azt ugye szikkasztják, csepeg belőle, ott már föl vannak aggatva, csepeg, akkor sajtprésbe kerül, és akkor sajt lesz belőle, meg aztán más oldalról, meg jutóról, mert ott igazi jó túra ott lehet kapni a piacon, nekik köszönhetően. Aztán hát viszik a fát onnan az erdőről, ott látunk egy tipikus viski házat, amit így mondják, hogy viski ház, ilyenből azért van még egy tucat legalább. Aztán a továbbiaknak megint egy külön története van, hogy mikor is volt az, vagy talán 3 évtized ezelőtt, hogy ott Szolnok környéken, a Közép-Tisza vidéken partra vetődött, kifogtak egy bödöncsónakot. Szóval nem deszkából csinálták, mint ahogy a halászok, horgászok mostanában, hanem hát úgy, mint évszázadokkal ezelőtt, vagy az őskorban, hogy egy fatörzsből van kiválva. A teremtés itt, hát ez milyen régi lehet? Hát nem lehetett régi, mert ezt meg lehet állapítani, hogy ez új készítmény. Hát akkor ez hogy? Még milyen széra? És mit ad Isten, szeretett Viskemen megtaláltam az eredetét, mert ugye felőrült sorokat lefele, Szolnokig. Ott megtaláltam, ez egy halászati módszer, hogy ilyen csónakokkal mennek ki, és ott erős sodra van ám a Tiszának, és akkor úgy közre fogják a csónakok a hálót, kivetik minden, és mondták, hogy ember, nehogy már én, nehogy beszálljak, mert hogy belekalimpálok a vízbe, a drága fotomosinámmal az garantálni lehet. Így aztán a partról örökítettem meg, de ez egyszerűen egy néprajzi szenzáció, hogy a röngcsónakokkal
mai világ, igazából mai világban még akkor is, ugye, hogyha ezt ezelőtt vagy jó, 10 évvel fényképeztem, 10 éve körülbelül. És hát itt a dokumentum, hogy a modern világban élünk, hát igen, mert ugye mobiltelefonunk meg ez az, de egy csomó ősiség itt él mi velünk, hála Istennek, ettől vagyunk összetettebbek, mint amilyen nyugati országokban már ezek hiányoznak. Nem, hát ott az azért az egy szürke élet ahhoz képest, hogy a múltunk az itt van nekünk jelen, meg olyan zenénk van, meg stb., hogy olyan népművészetük, olyan ügyeskező asszonyok, akik hát a archaikus mintákat hagynak itt. Itt volt egy kutató, az előbb már hazament, az itt, majd ugrott a szembe, hogy nézte ezeket. Szóval Visk egy nagyon gazdag népi kultúrát hordoz, igen, hordoz, szóval nem hagyta maga után, hanem csinálja, és maradjon is ez az éltetője továbbra is. Egyet kaptam felővel, szerelmes lettem tőle. De tiszta vizet a szíves, a babám csópja, de édes.